Kétszer élesztették újra, megélte a klinikai halál állapotát, 85 napig volt kómában, ebből 68 napot töltött műtüdőn Bányai Gábor országgyűlési képviselő. Az orvosok már a családtagokat hívták, hogy köszönjenek el tőle. Aztán történt valami. Állapota rohamosan javulni kezdett. Azóta másként látja az életet. Itt, ami újjászületésnek mondható, ez a túlvilági találkozása Teremtővel, amit vallok, hogy megtörtént, és nem szorulnék rá arra, hogy becsapjak bárkit egy ilyen történettel. Amit azóta tapasztalok és megélek, és amit el kell, hogy mondjak, akinek csak lehet, hogy amellett, hogy a Teremtő létezik, nem ment nyugdíjba, továbbra is szeret bennünket. Nekünk egyszerű dolgunk van, csak el kell fogadni az ő létét, az ő tanácsait meghallgatva, szépen próbálni élni. És a legkomolyabb, ami változás van bennem, hogy a legapróbb dolgoknak is tudok örülni. Korábban másban mértem a boldogság egy részét, tehát most már egy apró virág, egy gyönyörű dal már fölvidítja a szívemet, és ilyen értelemben megváltoztatta ez a hosszú betegség is a találkozásom a Jóistennel az életem ilyen értelmét is megadta, és megváltoztatta. Magyarán üzenem a kedves nézőiknek is, hogy az élet egyébként szép. Minden nehézség, fájdalom ennélre lehet megtalálni a szépséget ebben a időnként tényleg viharos életünkben. Amellett, hogy mindenki arra törekszik, hogy minél több legyen a bankszámláján, a zsebébe, bárhol. Persze ez is fontos, nem kérdés, csak az életet sokkal több, sokkal szebben kéne nekem is, meg másnak is mindenkinek élnie, és akkor ez a rengeteg probléma, ami körülvesz bennünket, vagy generáljuk magunknak, ezek egy csettintésre megszűnnének. Tehát ez egy ilyen tanulság, hogy miközben nekem még mai napig fájnak a lábaim, beteg lett a tüdőm még egyszer, tehát, és mégis azt tudom mondani, hogy van értelme az életnek. A rehabilitáció nagyon fontos, hangsúlyozza a képviselő, igazán csak ezután gyógyul meg valaki. De ezek a fájdalmak ezzel a betegséggel végül is még járnak utána. Tehát itt sok-sok tízezer, lehet, hogy százezer csekedő honfitársról beszélünk, aki mai napig kínlódik a vérnyomásával, az izleteivel, a trombózis veszéllyel, a depresszióval, a munkaképtelenségével. Szóval ez egy hosszú folyamat, és mindenkit, aki egyébként covidos volt, és túlélte akár a lélegeztetőgépen való tartást, akár túlélte, ha volt, úgy mint én is, hogy műtüdőnk volt, és bajai vannak, a rehabilitációt nem szabad abbahagyni, és ugye a kórházi látáson túl a rehabilitáció majdnem egyenértékű az életmentéssel, hisz hiába mentjük meg egy embernek az életet, hogyha nem tud visszaéleszkedni a közösségébe. Tehát menjenek és keressék a mozgást, keressék az orvosokat, keressék akár még a természetgyógyászokat is, hogy visszaálljon az életükbe az a rend, amik előtte volt, mert hosszú egyéves, másfél éves kínódáson kell végigmenni, azt mondják, akik már ezt átérték, hogy a post-covidot túlvészeljék, átvészeljék. Magyarán minden covidos, aki túlélte ezt a szörnyűséget, azokat ösztökélem itt a kamerán keresztül is, hogy keressék meg a rehabilitációs lehetőségeiket. Egyrészt, másrészt meg tényleg rengetegféle olyan szövődmény van a betegségnek, ami miatt az életminőség nagyon leromlik. Vajon milyen erő, milyen módon képes segíteni egy ilyen helyzetben? Kérdeztük az est másik vendégét, Felföldi Lászlót, a Pécsi Egyházmegye újpüspökét. Az atya elmondása szerint a földi életben a legnagyobb dolog a csoda. Nagyon sok csoda történik lelkileg, szellemileg, testileg. A csodának mindig van üzenete az ember vagy a környezet, a személy felé, és az ő csodája, hiszem, hogy sokak felé üzenet. Az Isten ezzel meg akar szólítani. Mindenkinek a saját szívében kell megtalálni. Amikor meghallja ezt a történetet, amikor szembesül ezzel a valósággal, az élet és a halál feszültségének valóságával, hogy és nekem mit üzen ez? Bennem mit akar az Isten? Velem mit akar kezdeni? És erre mindenkinek külön-külön kell választ adni.
hiszem, hogy aki ezt így fölteszi és választat, Isten mit akar nekem ezzel üzenni, az az életének egy nagy-nagy erőforrását, egy nagy-nagy örömét, és egy csodálatos lehetőségét fogja megtalálni. Bányai Gáborért több százezren imádkoztak. Hoppál Péter, országgyűlési képviselő, a Pécsi Polgári Szaló rendezvényének műsorvezetője elmondta, ennek az estnek üzenete az imára való hívás volt. Rácáfol arra, amit az orvosok egyértelműen azonosítva halálnak neveznek. Bányai Gábor, a mi kortársunk itt a 24. században, akit az imádság ereje és az Úristen kihozott a halál torkából, vele találkozni, az ő hitében megerősödni mindenkinek élmény volt ma este. Láttam az arcokat szemből, érzékeltem a harapni való csendet a teremben. Mindenkinek a lelkét megérintette ez a történet. Azt hiszem, hogy a televízión keresztül is érzékelhető, hogy nem mindennapi esténk volt ma. És mindenkinek érdemes elgondolkodnia, hogy akit valaha egyszer a nagymamája arra hívott kisgyerekként, hogy tegye össze a két kicsi kezét és imádkozzunk együtt, azok talán jobbá tehetjük a világot, nem csak önmagunkat, a saját életünket, hanem a világot is azzal, hogyha megpróbáljuk újra gyakorolni azt, hogy imádkozni jó. Ez a mai este üzenete. A cirfándli estét a Pécsi Polgári Szalon szervezésében láthatták az érdeklődők Pécsen a Baranya megyei közgyűlés dísztermében. A házigazda Lengvárszky Attila, az egyesület elnöke volt.